A magyar kormány számos intézkedést tesz továbbra is a gazdaság fejlődéséért. Ennek egyik fő pillére a foglalkoztatás, a munkaalapú társadalom megerősítése és a családvállalás. Ezzel egy időben véget vetett a segélyezésen alapuló társadalmi elvárásoknak, mondta Sifter Rózsa kormány megbízott azon a sajtótájékoztatón, amelyet a Kelet-Zalai Foglalkoztatási Paktum egy éves működése során tartottak a Balaton Színházban. A magyar kormány 2010-ben célul tűzte ki, hogy Magyarország az 5 millió munkavállaló országává váljon. Ebben a munkában elég szép eredményeket értünk el, hiszen jelenleg 4 millió 500 ezer magyar állampolgár dolgozik, tehát megvalósítja a munkaalapú társadalmat, és ennek hatékony eredménye van, hiszen Magyarországon soha nem látott mértékű gazdasági fejlődésnek vagyunk a tanúi. És ez azt jelenti, hogy a munkavégzés a gazdaságfejlesztés érdekében széles társadalmi rétegeknek kell összefogni, és ezzel az összefogással megteremthetjük a családbarát Magyarországot. A gazdaságot élénkítő és a helyi foglalkoztatást megalapozó 42 hónapos foglalkoztatási program Keszthelyi és Zalaszentgróti járást érintően egy éve sikeresen működik. Az évértékelő konferencián Nagy Bálint Keszthelyi város alpolgármestere, a Paktum irányító csoportjának vezetője elmondta, hogy nagyban elősegítik az eredményességet a pályázati források és a munkaerőpiaci helyzet nehézségeit felismerő munkáltatók, önkormányzatok partnersége. A Kelet-Zalai Paktum egy éve működő irodájának célja, eredménye is igazolja, hogy folyamatosan tudják segíteni a munkavállalókat. A 42 hónap alatt közel 200 főt kell elérnünk munkaerőpiaci képzésben, illetve munkaerőpiaci szolgáltatásban részesítenünk. A terveink szerint ebből 86 fő lesz az, akik bértámogatással fognak tudni elhelyezkedni. És időarányosan azt tudom mondani, hogy jól haladunk, hiszen a tavalyi év első felében ugye megalakultak a munkacsoportok, elkezdődhetett a munka, közel 40 fő az, akit már eddig elértünk, valamilyen képzésben vett részt, vállalkozói képzésben vett részt például, vagy esetleg más munkaerőpiaci szolgáltatást választott, illetve már el tudott helyezkedni. A fórum résztvevői előadást hallhattak a Zala megyei foglalkoztatás aktuális helyzetéről, melyből kiderült, hogy egy év alatt a megyében 1700 fővel csökkent a regisztrált álláskeresők száma.